A Gyöngeség a túloldalon van címmel Szent Janka életéről szóló színdarabot mutattak be a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda színház termében. A bemutató előtt köszöntőt mondott Spány Antal megyéspüspök, majd a szent kultuszát ápoló Varga házaspár mondta el tanúságtételét. A fiataloknak kellenek a példaképek. Nem elég egy tanítást elmondani, valami alapvető igazságot a fejükbe betölteni. Fontos az, hogy lássák, hogy az a tanítás, amit adunk, az az igazság, amit eléjük állítunk, az élhető. Az egy olyan példaképen keresztül követhető, aki hozzájuk hasonlóan megküzdött a maga életével, aki tudta az életét úgy élni, az útját úgy járni, hogy ebbe Isten törvényére hangolódjon. A darab írója és rendezője Borbé Bálint István a Szent Imre Gimnázium tehetséges fiatalja számára megerősítést jelent, hogy Molla Beretta Janka életét, akit Szent János Pál pápa 1994-ben boldoggá, majd 2004-ben szentté avatott, ilyen formában is megismertesse az emberekkel. Jött egy felkérés a Kisevics Hajnalka részéről, hogy ő szívesen látna egy Szent Janka életéről szóló színdarabot, és először ez a gondolat engem nem fogott meg annyira, de aztán később, amikor belevetettem az életébe magamat, akkor már egyre jobban kibontakozóban volt ez a színdarab, hogy már láttuk a végpontokat, hogy ebből egy nagyon jó hatású és megható darabot lehet összerakni. A színházi játék koreográfusa Magasi Kincső Sára a Ciszterci Szent István Gimnázium diákja volt, aki kivételes beleérzéssel tette 21. századi valósággá a szenti avatott orvos történetét. Nehéz feladat volt ezt így az egészet így megcsinálni. Igazából nem is tudom, hogy erre mi így a ilyen jó, tehát igazából szerintem kell egy ilyen Isten kapcsolat is, mert Isten segített így az egészet így ezt így összehozni. Kellett az, hogy így a közösség, a társaság egy ilyen összeszokott csapat legyen, és tudjunk együtt dolgozni, és ez szerintem így mindenkiben megvolt, és ez így segített, hogy így sikerüljön. A darab mottója nem is lehet más, mint Szent Janka egy avatott gondolata. Mindannyian a világon valamilyen módon az emberek szolgálatában munkálkodunk. Az orvosok közvetlenül az emberekért dolgoznak. A mi küldetésünknek akkor sem szakad vége, ha az orvostudomány, a gyógyszerek már nem segítenek. Létezik a lélek, akit Istenhez kell vinni.